Üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit, megkérdeztük az embereket sajtótájékoztatónkon, amelyet a Vasutasok Szakszervezete, Metróközlekedési Dolgozók Szakszervezete, a BKV HÉV Dolgozók Szakszervezete, a Budapesti Trolibusz Közlekedési Dolgozók Szakszervezete és a Moznövetők Szakszervezete tart. Úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk megkérdezni a közvéleményt, hogy ők hogy látják a kérdést a munkatörvénykönyv változtatásával. Az első kérdés, amiben a kutatócég megkérdezte a közvéleményt, egyébként a 18 éven felüli lakosság lett megkérdezve, és egy 800 fős reprezentatív minta alapján telefonon keresztül történt a közvéleménykutatás. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kormánynak az eddigi munkavállalókat érintő intézkedéseivel kapcsolatban mi a lakosságnak a véleménye. Az eredmény az látható, 69% elégedetlen a kormány munkavállalókat érintő intézkedéseivel kapcsolatban, 20% az, aki elégedett, és 12% nem tudott vagy nem akart válaszolni. Milyen intézkedésekre gondolhattunk itt? Kettő olyan intézkedés van, amiről mindenki tud. Az egyik a nyugdíjpénztári vagyonoknak az elvétele, a másik pedig az egykulcsos, igazságosnak mondott adórendszer, amiben azt ígérte a kormány, hogy senki nem fog rosszul járni, hát tudjuk, hogy az átlagkeresetűek és az alattiak igenis rosszul jártak. Tehát ez a felmérés, ez még nem a munkatörvénykönyv tervezetre vonatkozik, hanem az eddigi intézkedésekre, és bizony látszik, hogy a lakosság, a választópolgárok nem úgy gondolkoznak ebbe a kérdésbe, mint a kormány, nem így élték meg ezt a történetet. Megkérdeztük azt, hogy egyáltalán mennyien ismerik a munkatörvénykönyv tervezetét, vagy egyáltalán hallottak-e róla, hogy módosításra készül a kormány. Itt látszik, hogy 87% a megkérdezetteknek tisztában van ezzel, és 13% aki vagy nem nyilatkozott, vagy nem tud erről. És természetesen a további kérdések azoknak lettek feltéve, akik tudták értelmezni ezt a dolgot, akik hallottak róla, tehát a további kérdések ebből a 87%-ból kerültek ki. Megkérdeztük azt, hogy hogy érzik az emberek az eddig kiszivárgott vagy megtudott tervezetekből, hogy ez a tervezet ez inkább a munkavállalókat szolgálja, vagy inkább a munkáltatók érdekeit szolgálja ki. Hát itt is egyértelműen kiderült, hogy a megkérdezettek azt mondják, hogy 64%-uk, hogy bizony ez a munkáltatóknak az érdekeit szolgálja. 21% nem tudott válaszolni, és 15%, tehát még súlyosabb a helyzet, 15% mondta azt, hogy ez a munkavállalók érdekeit szolgálja. Ebből is látszik, hogy ezt a tervezetet az emberek többsége a munkavállalók világára nézve egy negatív tervezetnek éli meg. Megkérdeztük azt, hogy szükség van-e szakszervezeti egyeztetésre az emberek szerint. És egy döbbenetesen nagy szám jött ki. A megkérdezettek 88%-a azt mondja, hogy igenis a szakszervezetekkel, és ráadásul minden szakszervezettel, nem úgy, ahogy a gyakorlatban zajlik az egyeztetés, minden szakszervezettel kellene, hogy egyeztessen a kormány. Ez azt hiszem, hogy eddig a legmagasabb szám, ami kijött a közvéleménykutatásban, ez nincs is mit hozzáfűzni, az emberek elvárják azt, hogy a szakszervezetekkel egyeztessen a kormány. Ez egy viszonylag kiegyenlített ábra. Megkérdeztük azt, hogy népszavazást szükségesnek tartanak-e a munkatörvénykönyvvel kapcsolatban az emberek. 50% mondta azt, hogy igen, 46% mondta azt, hogy nem, de itt is azért egy gyenge többség látszik. Azért, hogyha az ország lakosságára vagy a munkavállalókra kivetítjük ezt a számot, akkor ez több millió embert jelent. Habár természetesen azt tudjuk, hogy a kormánynak valószínűleg erre a diagramra már megvan a válasza. Én feltételezem, hogy azt fogják erre majd mondani, hogy hát a törvények szerint munkatörvénykönyvvel kapcsolatban nem lehet népszavazást csinálni. Ezzel kapcsolatban én meg csak annyit tudok mondani így, hogy érdekes módon a kormánynak fontos kérdésekben tudtak akár visszamenőleges törvényeket is meghozni. Nem számított az, hogy éppen az aktuális törvények mit írnak elő, tehát hogyha olyan eredményre várnak, amire szükségük van, akkor bármit megváltoztatnak. Valószínűleg itt ezt az egy dolgot nem fogják tudni megváltoztatni, tehát valószínűleg, hogyha ez jogilag így van, hogy nem lehet munkatörvénykönyvvel kapcsolatban népszavazást csinálni, akkor ezt így is fogja hagyni a kormány, mert nyilván nekik ez a helyzet megfelel. De azért
a népakarat az itt is látszik. Ez egy érdekesebb dolog. Megkérdezték az emberektől azt, hogy ha mégis lenne népszavazás, akkor elmenne el szavazni. És itt megint egy hatalmas nagy szám jött ki. 84% az embereknek azt mondja, hogy ha kiírnák a népszavazást, akkor bizony elmenne. Ez azt jelenti, hogy az emberek fontos döntésnek tartják a munkatörvénykönyvvel kapcsolatos majdani döntést, és igenis bele akarnak szólni a saját sorsukba. Ez egyébként úgy jöhet csak ki ez a magas szám, hogy még a kormánypárttal szimpatizálók, akik jelenleg szimpatizálnak vele, azok is ide kellett szavazzanak, mert egyébként nem jöhetett volna ki ez a 84%. Megkérdeztük azt, hogy hol van szakszervezet a megkérdezettek között. Hát ez valóban tükrözi azt az arányt, ami valószínűleg az országban van. 43% mondta azt, hogy nála van szakszervezet, és 51%-nál, tehát a többségnél nincs szakszervezet, és van egy érdekes 6%, aki vagy nem akart válaszolni, vagy nem tudja még azt se, hogy nála működik-e szakszervezet. Viszont megkérdeztük végül is a szakszervezetekről is az emberek véleményét. A jelenleginél erősebb szakszervezetekre a munkahelyeken szükség van-e? És megint egy óriási magas szám jött ki. Az emberek úgy gondolkoznak, az emberek döntő többsége Magyarországon, hogy a jelenleginél is erősebb szakszervezetekre van szükség a munkahelyeken. Miért nagyon érdekes ez a kérdés? Ugyanis ez a jelenlegi törvénytervezet jelen formájában arról szól, hogy a szakszervezeteknek a jelenlétét a munkahelyeken ellehetetleníti. Nem tudom, hogy mennyire volt alkalmuk forgatni az anyagot, vagy olvasni. Gyakorlatilag szakszervezetek részére azon kívül, hogy a jelenlegi jogosítványokat jelentős mértékben megnyírbálja a tervezet, arról is szól, hogy a szakszervezetek munkaidőkedvezményt már nem kapnának. Bizonyos létszám fölött, hogyha a vállalaton felül 10%-ot tud a szakszervezet létszámban, akkor egyetlen egy tisztségviselőjét kijelentheti, aki a havi munkaidejének a 10%-ára kapna felmentést a munkavégzés alól, és az az idő alatt végezhetne szakszervezeti munkát. Na most szakszervezet, főleg egy nagyobb létszámú szakszervezet, az olyan, mint egy cég, vagy egy egyéb más szervezet, tehát ez napi, vagy havi két napban ezt a munkát egy embernek elvégezni képtelenség. Ez körülbelül ugyanolyan képtelenség, mint hogyha azt mondanánk, hogy a miniszterelnök, vagy a miniszterek végezzenek valamilyen polgári foglalkozást az idejük döntő többségébe, és mondjuk a miniszterelnök próbálja meg havonta két napban, vagy a miniszterek próbálják meg havonta két napban irányítani az országot, vagy irányítani a tárcájukat. Hát nyilvánvalóan képtelenség, ezt így nem lehetne. Bár nyilvánvalóan ehhez is lehetne demagóg teóriákat gyártani, hogy hát viszont a két napban akkor kevesebb rossz döntést is tudnának meghozni, mint 30 napban. Tehát tulajdonképpen jót tennénk az országnak, hogyha csak két napot dolgoznának a miniszterek. Természetesen ez egy demagóg rossz szöveg, de hát magyarázatot mindenre lehet csinálni. Viszont itt látszik, hogy a választópolgárok igenis a szakszervezetekben megbíznak, sőt erősebb szakszervezeteket akarnak a munkahelyeken. Jelenleg ez a törvény ezt nem teszi lehetővé. A közvéleménykutatás tapasztalatait megismertetjük az országgyűlési képviselőjével. Továbbra is azt mondjuk, hogy ez egy időzített bomba, ami lehet, hogy most mindenkit nem talál meg, mert a fiatalt majd megtalálja, mikor majd idősebb lesz, lehet, hogy az urokat nem találja meg, csak a hölgyeket, lehet, tehát mindenkit megtalál, csak idő kérdése, és azt gondoljuk, hogy az se válasz, hogy hát eddig is sok helyen így működik a világ, ahogyan most itten ez le van írva, mert azt gondoljuk, egy rossz gyakorlatot nem kellene kőbe vésni. Ugye egyértelműen látszik, hogy az új munka törvénykönyve csorbítja a munkavállalók jogait, egyértelműen látszik, hogy úgy kívánnak dönteni a munkavállalókról, hogy a munkavállalók nélkül. Ezt ugye azt testesíti meg, hogy ma Magyarországon a munkavállalót a szakszervezetek próbálják képviselni, és próbálják az érdekeiket megjeleníteni. De amennyiben a szakszervezetek jogosítványa is beszűkül, akkor nem lesz arra mód és lehetőség, hogy a munkavállalókért bármit tegyünk.